energiatakarékos és energia tudatos otthonok témában. Ha egy épületben kellően tudatosak vagyunk, akkor arra is odafigyelünk, hogy a, főzést, a zuhanyzást mennyire tudjuk redukálni. Vagy a tévénézést, ami energiát emész fel, vagy zenehallgatást, vagy különböző műszaki eszközök felesleges működtetését mennyire tudjuk lecsökkenteni, mert ez mind-mind a belső felhasználás csökkenését eredményezheti. Tehát kevesebb bejövő áramra, kevesebb bejövő meleg levegőre vagy fűtési energiára kevesebb bejövő vízre van szükség amennyiben itt a belső tevékenységet redukáljuk. Hogy ez kinél mit jelent pontosan, hogy a hobbiától akar-e megválni, vagy csökkenteni anyag mennyiségét, vagy a számítógépezés mennyiségét, vagy a tévénézés mennyiségét, vagy a melegvizes zuhanyzás mennyiségét, ez mind-mind családfüggő, emberfüggő, de minden esetre, ha tudatosak vagyunk, biztos van olyan terület, ahol tudjuk csökkenteni a dolgoknak a mennyiségét, és ezáltal a felhasznált energia mennyiségét, és ennek az lesz az eredménye, hogy a rezsit ki tudjuk fizetni, a rezsink alacsonyabb lesz, a rezsink kedvezőbb lesz. Tehát figyeljünk arra, hogy a energiafelhasználásnak az is egy módja, egy okos módja, hogy meggondoljuk, hogy ezt az energiát vajon fel kell-e használni, akarom -e elhasználni napi ötszörű zuhanyzással azt a melegvizet, vagy elég lesz napi egyszerű, vagy két naponta egyszerű zuhanyzás. Tehát gondoljuk ezt végig, hogy ki hol tud a tevékenységein visszafogni, kicsit racionálisabban gondolkozni, és akkor azzal jelentős energiát takaríthat meg.